Hetedik alkalommal állhatunk itt, és ugye most már a szakmaiságban nem nagyon lehetne beszélni, hiszen én úgy gondolom, hogy az elmúlt 7 évben csak előre és előre mentünk. A rendezvény fejlődött infrastruktúrálisan, érzelmileg is. Annak nagyon örülünk, hogy rengeteg visszatérő versenyzőnk van, az ország bármely pontján járunk, és csak barátokkal találkozunk, akik ugyanúgy eljönnek a mi rendezvényeinkre, mi is átvegyünk az ő rendezvényeinkre. Mondjam azt, hogy ez az egész érzelem nélkül létre se jöhetett volna, hiszen azért a Kapakupa Egyesület, mondjam azt, az a 7 év alatt összekovácsolódott, hetekkel előtte készülnek a rendezvényen, tiszta családias hangulatba, tehát ezt a rendezvényt egyébként érzelem nélkül és szeretet nélkül nem is lehetne csinálni. Én úgy gondolom, hogy az egész falu várja, mindenki ott segít, ahol tud. Csináljuk addig, ameddig ez a szív megvan, és van erre kereslet és érdeklődő, de ahogy látható, elég sokan eljönnek hozzánk, érdemes csinálni, és nekünk is megnyugvás az, hogy balesetmentesen és visszajáró vendégekkel együtt örömmel és barátsággal köszönhetünk mindenkit. Ennyire zökkenőmentesen még nem tudtuk elindítani a versenyt. Ez nyilván betudható annak, hogy 7. éve rendezzük meg a Sárosdi Kapakupát, és egyre jobban csiszolódik össze minden, mind a szervezők, a nézők, a kilátogatók, a kiállítók, tehát minden kezd úgy összeállni, hogy itt egy tökéletes, felgeteges napot tudjunk átélni. Emberek olyan kreatívak, a versenyző társaim, hogy mindenképpen érdemes ezt megnézni, mert hatalmas nagy buli ez az egész nap. Rendkívül jó a szervezés, rendkívül profi módon meg van csinálva. Arra buzdítok mindenkit, hogy jöjjenek és nézzék meg ezt a nagyszerű rendezvényt, mert tényleg mindenkinek itt a helye, aki szereti a kis gépeket. Vannak céljaink, az, hogy ez hogy sikerül, vagy hogy sikerül megvalósítani, arra egy nagyon jó példa, hogy a versenypálya közepén látható önjáros permetező, az 4 év munkája, hogy ide került egy ilyen végre a Kapakupára. Igazából ez egy baráti társaságból indul, de mivel én előtte kismotor fecskendőztem, az egy országos tűzoltó verseny bajnokság, azért nincs messze tőlem ez a technikai sport. Nagy adrenalin szint, az biztos, az hatalmas, és nagyon-nagyon szeretem, hogy így teljesen jó, egy nagyon jó társaság.